Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Július 7-én kinyílik újra egy égi kapu a plejádok felé. Ennek van egy gyógyító hatása, hiszen ez egy finom energiamező. Azon kívül nyílik egy kapu a spirituális területre. Ha itt dolgozol, akkor itt megvan ez a kapcsolat a plejádokkal, és lehet, hogy lesznek új ötletek, vagy lesz egy új irány. Ezen az estén, este 11 órakor tartok újra egy szertartást, amin részt vehetsz. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Mint mindig, ezúttal is van egy szimbólum, egy téma. Ezek a szimbólumok a maja kalendáriumból vannak, és ezt naponta jelzem a Facebook oldalamon. Tehát naponta olvashatod azt, hogy melyik szimbólum érezhető a napon, nem csak ezen a portál kapunapon, hanem más napokon is. Te megtalálod az oldalamat, Dendera Susanna Medici. És most visszatérve erre a napra, erre a július 6-ára, ezen a napon Muluk uralkodik. És Muluk lefordítva vizet jelent. A víz az szimbolizálja, a víz eleme szimbolizálja az érzelmeket. Tehát itt érzelmekről van szó. És ha érzelmekről van szó, akkor természetesen a párkapcsolatról, a szerelemről. Ez a szertartás segít abban, hogy ő kimutassa az érzelmeit, hogy te ezt el tud fogadni, hogy közeledjetek egymáshoz, hogy meglegyen a lehetőség érzelmekről beszélni. Persze vannak negatív érzelmek is, mint például a félelmek vagy bizonytalanságok, ezt el kell hagyni. És vannak pozitív érzelmek, a bizalom, a hit, a szeretet, és ez a szertartás segít abban, hogy áttedd magadat a félelmeiden, és legyen meg a bizalom, és legyen meg ez a közeledés, hogy tudjatok érzelmekről beszélni. A víz eleme az olyan, mint egy forrás, ez jelenti az intuíciót is, tehát ebben is tud segíteni neked ez a szertartás. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!